fogunk nem sokára, most a héten kihozni ide eleséget, mert jön a téli szünet, képzeljétek el, és a madarak nagyon éhesek lesznek, és annyit töltünk bele, hogy egész a szünet végéig tudjanak enni, és mindig ellenőrizni kell. Az madár. Így ismerkednek a gyerekek a madáretetővel a tolnai Pittypang óvodában. Amellett, hogy az intézmény egyik fő profilja, hogy környezettudatos és környezetbarát gyerekeket neveljen, fontosnak tartják azt is, hogy az élő világgal is barátságot kössenek az apróságok, és testközelből ismerjék meg például a kertekben lakó madarakat. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 2016 óta zöld óvodaként működhetünk, illetve az idei tanévtől madárbarát óvodaként is emlegethetnek minket, aminek köszönhetően madáretetőket és odukat helyeztünk ki az óvoda udvarára, így a gyermekek a természeten belül a madarak élővilágával is ismerkedhetnek. Udvarunk füvesített, jól tagolt, ami lehetőséget biztosít a gyermekeknek a bogarászásra, illetve az aktív mozgásuknak a kielégítésére. Az udvarunk területén igazából a növények is tagoltan helyezkednek el, így a növény és az állatvilág is úgymond a gyerekek érdeklődését fel tudja kelteni. Az évszakoknak megfelelő növényeink vannak kint az udvar részen, és egy alapos kis fűszerkertet is kialakítottunk, melyben heti forgó szinten minden egyes csoport tud valamilyen munkálatot úgymond elvégezni. A külső tevékenységek mellett mindenféleképpen a tapasztalatszerzésüket bent óvodai tevékenységközpontokon keresztül is bővítjük, illetve fejlesztjük, és a fő célunk az, hogy mindenféleképpen természetbarát gyermekeket neveljünk, viszont úgy gondoljuk, hogy természetbarát gyermekeket csak is természetbarát környezetben tudunk nevelni, illetve fejleszteni. Mivel az óvodában 6 csoport működik, így fontosnak tartják, hogy a zöld programmal kapcsolatos dolgok egy kézben legyenek, ezért a környezetvédelmi projekteket Fehérvári József vezeti a Pittypang óvodában. Immáron már kétszer tudtuk elnyerni ezt a címet, ezt a zöld óvoda címet, és ennek megfelelően, amiket vállalunk programokat, ugye ennek a zöld óvoda címnek kell megfelelni. Mi már nagyon sokféle programot szerveztünk, ugye, mert ez már 4 éve tart, hogy mi zöld óvoda vagyunk. Vettünk már részt a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért szemétszedési akcióban, amit tulajdonképpen az önkormányzat koordinál, és akkor mi általában a mi óvodánknak a környezetét szoktuk a szülőkkel, a gyerekekkel együtt megtisztítani, ehhez az önkormányzathoz szoktunk kapni kesztyűt, zsákokat, és a gyerekek egy kis jutalmat, sőt még a végén a szülőket is meghívva, a Dunaparton szokott lenni egy ilyen babgulyás parti, ahol ugye akik részt vettek a szemétgyűjtésben, azok megjelenhetnek. Aztán van az udvarunkon, mivel elég nagy ez az udvar, elfér benne egy kis fűszerkert is, amit a gyerekekkel együtt szoktunk gondozni, tehát locsolgatjuk, kapálgatjuk, a betakarítást együtt végezzük, aztán tehát vannak benne fűszerek, többek között levendula is, és amikor betakarítjuk a gyerekekkel, akkor meg szoktuk szárítani, és már volt rá példa, hogy egy-egy csoport esetleg a gyerekekkel együtt ugye lemorzsolgatta ezt a levendulát, és anyák napjára ilyen kis levendula illattasakokat készítettünk. Érkezett Tovingba egy felhívás, hogy akinek van kis kert, fűszerkertje vagy konyhakertje, az indulhat egy ilyen versenyen, és sikerült is egy külön díjat elnyernünk 2017-ben, mindjárt az első évben, hogyan. És ez egy kicsit úgy dopingolt minket, hogy hát akkor érdemes ezzel foglalkozni, és most arra a döntésre jutottunk, hogy mivel, amikor ugye elkezdtük ezt a zöld óvoda projektet úgymond, hogy akkor olyan hirtelen kellett megcsinálnunk ezt a kertet, hogy társadalmi munka, hogy ki kellett alakítani helyét, aztán kerítés, aztán egyre több növény, amit a szülők felajánlottak. Most már ezek a növények elkezdtek előregedni, meg talán akkor nem volt időnk olyan szépre megtervezni. Úgyhogy most ebben a téli időszakban, amikor nyugalmi helyzetben van ugye a kert, akkor átgondoljuk, és egy kicsit jobban elrendezett kertet alakítunk ki. De egyébként akkor ilyenkor ugye szünetel a kertgondozás, és akkor tavasszal újra úgy megy, hogy csoportonként hetente mindig más rendezi. Közben a gyerekek megismerkedhetnek a madárodú fogalmával az udvaron. Nézzétek meg! Ebbe a madarak nem esznek, hanem itt van ez a kis lyukacska, itt bebújnak, így, és ott alszanak. A madarakra is kellő figyelmet fordítunk.
Minden csoportnak van madáretetője, és a feltöltésről minden csoport maga gondoskodik. Általában a csoportszobáknak az ablakai közelébe helyezzük el, hogy a téli időszakban a gyerekek tudják figyelni, hogy melyik madarak járnak oda. Aztán a nagycsoportosoknak egy másik óvodának a kolléganője szokott szervezni a madarak élete télen vetélkedőt, amit nagyon szoktak élvezni. Napkollektor működteti az óvoda elektromos és fűtésrendszerét, mozgásérzékelő lámpákkal csökkentik az áramhasználatot, és a víztakarékosságra tanítják a gyerekeket. De ezeken kívül vajon hogy tanítják a kicsiket a környezettudatosságra? Például van bent a csoportunkban firka lapokat gyűjtő kis kuka. Akkor azt, ha megtellik, akkor elvisszük a nagyobb gyűjtőbe. Ugye megtanulták a gyerekek, hogy melyik hulladékot milyen színű kukába tesszük, és akkor utána azt ugye majd elviszik a megfelelő helyre. A pedagógiai programunknak a fő arculata a környezetvédelem, a környezettudatos nevelés megalapozása. Ezért is vágtunk ebbe bele, hogy esetleg elnyerhetnénk ezt a zöld óvoda címet. Mert ugye az a célunk, hogyha majd a gyerekek kikerülnek az oviból, akkor ugye környezettudatos felnőttekké váljanak, és hogy elültessük bennük ezt a szemléletmódot, és a gyerekeken keresztül talán a szülőkben is.